olvastam, hogy a felolvasott igényben, hogyha majd otthon újból olvassuk az Apostolok Cselekedetei könyve 5. részének ezt a részét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ebben a részben bölcsességek sokasága található. Mint egy képkocka, ha végig olvassuk, összeáll a kép. A sok képkockából összeáll egy kép. A bölcsességről, az Istentől kapott bölcsességről. Olyan ez a történet, mint amit a képen is látunk, egy mozaik történet, amelynek a darabjai együttesen adják össze a keresztény élet, a keresztény bölcsességnek az ábráját. Úgy kezdődik a történet, hogy pünkösd után vagyunk, az egyház létrejött, a lélek ünnepe után vagyunk, és az apostolok együtt vannak. És ami még fontosabb, ami az igében is benne van, hogy egy akaraton vannak. Az apostello szó azt jelenti, hogy küldött. Apostol küldött. Isten feladattal látta el az apostolokat, az Úr Jézus Krisztus által, hogy menjenek és mondják el Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását, hogy Isten mennyire szereti az ember, hogy új életet kezdhet Jézus Krisztus keresztre feszítése, bűnbocsánata óta. Menjenek el az egész világba. És ezek az apostolok megfogadták a kérést, a parancsot, mert mi most itt vagyunk. 2000 év telt el, több mint 2000 év. És itt vannak a mai apostolok, ti kedves testvéreim, akik ugyanúgy kapjuk a megbízatást, mindenki különböző féleképpen, nem ugyanúgy, és ugyanazokat a feladatokat kapjuk az Istentől, de kapjuk a megbízatást, hogy vigyük hírül a világba Jézus Krisztusnak a szeretetét. Próbáljunk meg Isten segítség által Jézus szavaival beszélni, érezni, cselekedni nem könnyű. Mert mennyivel könnyebb otthon maradni, mennyivel könnyebb csendben maradni ott, amikor meg kellene szólalni Jézus szavával. Mennyivel könnyebb egy munkát a munkahelyen is csak úgy felületesen elvégezni, és nem pedig úgy, mint egy jó keresztény, jó református keresztény, aki mindent belead a képességeiből. De ezek az apostolok 2000 évvel ezelőtt engedelmeskedtek a küldésnek, és elindultak. Ezért hallhatjuk ma mi Isten szavát, mert ők akkor elindultak, és egy akaraton voltak, ugyanazt akarták. Azt akarták, hogy mindenki a bűnös életéből megtérjen, hogy szabadságot nyerjen a bűnbocsánat által a jó cselekvésére. Hát nem mi is ugyanezt szeretnénk, megtérni a bűnös mi voltunkból, új életet kezdeni, és jót tenni, nem csak magunkkal, legfőképpen másokkal. 2000 évvel ezelőtt az apostolok együtt maradtak, elindultak, és egy akaraton voltak. És jelek és csodák történtek ennek a hatására. A bölcsességek közül az első képkocka, amit oda illeszhetnénk mi is a képbe, az az, hogy az egyház ereje nem máson nyugszik, mint az egy akaraton. A nagy dolgok és csodák forrása nem csak az, hogy együtt vagyunk itt most ebben a templomban. Különböző helyről érkeztünk, különböző gondolkodásúak vagyunk, hanem az a cél, hogy egy legyen az akaratunk is. A nagy dolgok és csodák akkor történnek ebben a világban is, a mi közösségünkben is, ha mi egyet akarunk. Egy lélek és egy szív. Hogyan is szól, mi jó és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Milyen jó lenne, ha ez az egyetértés jellemezné a családi életünket.
Mi jó és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek egy munkahelyen, egy gyülekezeti közösségben, egy város közösségében, egy ország közösségében, ha egy akarattal akarjuk a jót tenni. Ez az első bölcsesség, hogy nem volt elég az, hogy ezek az apostolok együtt maradtak, mert hát az egy dolog. De ugyanazt akarták. Vinni a jó hírt Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről, megbocsátásáról, az üdvösségről és az örök életről. Hát nem ez a mi egy akaratunk itt, nem ezért vagyunk most itt ebben a templomban, hogy ebben erősödjünk. Mert hát mondják, hogy otthon is lehet ugye az Isten tisztelni és imádni, de közösségben. A közösség erősít minket, hogy ugyanazt akarjuk, jót az embertársainknak és magunknak is. A második bölcsesség kockánk abban van, ahogyan az apostolokra tekint a leírás, mert mit tesznek? Hirdették az igét, és a betegeket kivitték az utcára. Vagyis az Isten országáról beszélnek, Isten jelenlétéről a világban, és csodákat tesznek. Mintha már ez megtörtént volna. Több ezer évvel ezelőtt is. Egyszer, vagy többször, vagy azóta is. Beszél valaki az Isten dolgairól, Isten országáról is, csodák történnek. Az az érzésünk lehet, hogy mintha Jézusról szólna ez a híradás,